Az allergiás hajlam alapvetően genetikailag meghatározott, ebből következően örökölhető. Amennyiben egyik szülő sem allergiás, akkor az átlagos kockázat az kb. Egy olyan 15-20%, hogy a gyerekünk allergiás lesz. Amennyiben az egyik szülő allergiás, akkor ez a kockázat már 50%-ra nő, és ha mindketten allergiásak, akkor már 75-80% a valószínűsége. A piciknél, a csecsemőknél elsősorban az ételallergiák, illetve a bőrallergia, tehát az allergiás ekcéma jellemző egy éves korig. Tehát egy éves kor után már jelentkezhetnek légúti allergiák, illetve korábban is, de ez még mindig nem az a klasszikus tüsszögős orfolyós allergia. Ilyenkor az asztmatikus tünetek, tehát a krupp, nehéz légzés, vírusfertőzések kapcsán sípoló légzés, asztmatikus hőrkurut jelentkeznek. Ezek is utalhatnak már arra, hogy később allergiás lesz a gyerek, de sokszor még mindig nem tudjuk ilyenkor kimutatni az allergiát. És akkor 3-4 éves kor körül, hogy jellemzően akkor jelenik meg ez a klasszikus szénanáthás allergia, de a későbbiekben bármikor előjöhet. Tehát nagyobb gyereknél, kamasznál, felnőtteknél is bármikor megjelenhet.